A Madárfészek Akadémián kezdő ökölvívóknak rendeznek versenyt. Milyen célból, kinek az ötlete volt ez? Gyakorlatilag amikor én kezdtem a versenyzést, akkor egy elég szépen fölépített rendszer volt a magyar ökölvívásban. Ez tartalmazott első, másod, harmad osztályú besorolásokat, tehát osztályozottság volt a versenyzők között, ami azt is jelentette, hogy egy harmadosztályú ökölvívó nem találkozhatott nála erősebb, vagy rutinosabb, vagy tapasztaltabb versenyzővel, hanem voltak szakaszok, ami alatt fölépülhetett az ő rutinja, az ő mozgáskészsége, megtanulhatta a bírói vezényszavakat, megszokhatta azt, hogy Rivalda fényben nagy közönség előtt boxol, és hogy a hozzá hasonló képességű versenyzőkkel tud vívni. Ezt szerettem volna visszahozni, és ennek az alap gondolata volt az, amiért belekezdtünk abba, hogy 0-4 mérkőzéses ökölvívók számára hozzunk létre egy ilyen kifejezetten kezdők versenyét vagy tornáját. Tehát tulajdonképpen ez. Ez a verseny pontoznak is? Lesz győztes vagy vesztes, vagy csak bemutató mérkőzésekre kerül sor? Mindegyik kategóriára sor fog kerülni. Lesznek versenykönyves mérkőzések, ahol valóban bejegyzett ökölvívók találkozók jönnek létre. Tehát akik már valóban a versenykönyvvel hivatalosan regisztráltan fognak küzdeni egymás ellen, illetőleg lesznek bemutató mérkőzések, és lesznek edző jellegű mérkőzések is, amelyekhez mondjuk speciál nem kell tulajdonképpen versenykönyv sem, hanem csak egy orvosi igazolás, de hogy mégis az ismerkedés a ring illatával a közönséggel. Ez nagyon fontos dolog egy versenyzőnek, mert hiszen hiába tréningezünk az edzőterembe, amikor megszól az a bizonyos gong, akkor az egy másik kávéház. Én inkább azt mondanám, hogy már az öltözőbe vezető út, amikor az ember tudja, hogy küzdeni fog, már az egy kicsit az első, tehát akik az elején, akik kezdőként, akik néhány mérkőzésesek, ott már azért az adrenalin olyan szinten dolgozik, amikor már tudja, hogy ő most fog következni, hogy már nehéz befűzni a cipőt is gyakorlatilag, de ezeken át kell esni. Tehát az önmagunkat, ez egy régi mondás, hogy először magadat küzd le, aztán le tudsz küzdeni mást is. Tehát, hogy ez benne van a történetben, de pont ezért szerveztük ezeket, illetve ez folytatólagosan, tehát hagyományteremtő módon szeretnénk néhány havonta újra megrendezni ilyen találkozót, éppen azért, hogy táptalajt tudjunk teremteni az ifjú sportolók részére, ahol még egyszer csak azt mondom, hogy rutin tudnak szerezni, tehát megismerik a környezetet. De Attila, amikor ez kipattant a fejetekből, a fejedből, akkor elkezdtétek a szervezést. Milyen visszajelzések jöttek a kluboktól? Ugye nem csak, mert azt látom, hogy nem csak a fővárosból vannak itt, hanem vidékről is érkeztek edzők, versenyzők. Gyakorlatilag kellemes meglepetésemre, tehát jó leső érzéssel tudtam fogadni azt, hogy alapvetően már az Ökövió Szövetségben egy nagyon széles mosoly lett, és nagyon nagy örömmel fogadták azt, hogy én ezt a kezdeményezést elindítottam. Tulajdonképpen mindenki segített benne, tehát a bíróbizottság vezetője Tarnóc István, az Erdei Zsolt, aki ugye az elnök urunk, a Madárfészek Akadémiából Vida József, aki az igazgató, és tehát mondom, mindenki pozitívan és segítőkészen állt hozzá. Nyilván én most, mivel az első ilyen versenyt rendezem, egy kicsit tapasztalatlan vagyok ezen a területen, tehát ez egy tanuló pénz az első alkalom, de hála Istennek minden nagyon szépen összejött. Tehát szép, aránylag jó létszámmal és egész szép versenyzői környezetben fogjuk tudni megteremteni ezt a rendezvényt. De mondom, mindenki segítőkészen, az ő tapasztalataikat hozzáadva, hozzátéve, tulajdonképpen egy összefogásban, ami talán a legfontosabb ebbe az egészbe, hogy igazán összefogás volt itt. Tehát, hogy mindenki kéz a kézben úgy állt hozzá, hogy nagyon jól sikerüljön ez a történet, és hát úgy tűnik, hogy sikeres lesz. Gedő György olimpiai bajnok is kilátogatott a kezdő ökölvívók versenyére. Amatőr gyerekek lépnek a ringbe. Mit szólsz hozzá, Gyuri? Én nagyon örülök neki, sőt azt mondom, hogy itt kell kezdeni az ökölsportot megismerni. Nagyon sok gyereket kellene, nagyon boldog lennék, ha csak nem 14 pár, hanem lenne 500 pár, mert egész hajnalig itt lennék, hiszen ezek a gyerekek, ezek a tehetségesek, ezek akikből lehetnek a nagy versenyzők, és ezeket kell megtanítani az ökölsportág rejtermére, fortéreire. Az a baj, hogy
Sajnos nagyon sokan komolyan vennék és komolyan is veszik az ökivósportot, csak hát ezt könyvből nem lehet megtanulni. Az ökivósport az, vannak írott és íratlan törvények, amiket be kell tartani, és vannak olyan iskolák, amiket én is például felnőttem, egy Adler iskolát például. Azt mondod, hogy akkor minél több ilyen rendezvényre van szükség, hogy a gyerekek beleszagoljanak az ökölvívás légkörébe? Így igaz, így igaz. És nem csak hogy a légkörébe, hanem ismerkednek egymással, a versenyzők is, látják egymást, ez az egyik, a másik meg, hogy közönség előtt. Tehát ha nem is sokan jönnek egyelőre még, de bízom benne azért, hogy nem ennyien lesznek, hanem sokan fognak kijönni, és újra megkapja ez a sportág azt az imást, amit anó, én más nem kívánok, csak azt. Akkor már akkor nyerésben vagyunk. Kezdő ökölvívókról van itt szó, akik 0-4 mérkőzést vívtak talán életükben. Mit jelent egy ilyen gyereknek, hogy egy ilyen nagy rendezvényen, olimpiai bajnok, világbajnokok előtt ringbe léphet? Hát én úgy érzem, hogy példát tudnak statuálni, ami nagyon fontos, és mindig a sportág. Tehát nem az, hogy én most mennyi pénzt keresek, vagy mennyit fognak kapni, mennyit fognak adni, hanem az, hogy az ökivívó sportágot meg kell szeretni, ezt meg kell szerettetni. Olyan pedagógusok kellenek, akik összetartanak egy olyan csapatot, nem könnyű, én aláírom, főleg ma, és azt hiszem, hogy nagyon nagy felelősség van most a tanárokon, a pedagógusokon, hiszen nem pszichológiai kérdés ez, hanem inkább azt mondom, hogy nevelői kérdés, hogy milyen színvonalon próbáljuk megnevelni a gyerekeinket, tanítani nevén. Ez a sportág, az ökivívó sportág éppen azokat a sajátos egyéni tulajdonságokat fejleszti, amik a mai élethez kellenek. Ezek a kezdő ökölvívók, te benne vagy az ökölvívó sportban, nem szakadtál el. Ezek a nem veszélyes őket így bedobni még versenyre? Mennyit tudnak ők jelen pillanatban? Éppen eleget. Annyit, éppen annyit, hogy lehet rájuk építeni. Hát én 61 éve benne vagyok az ökivívó sportban, ez nem egy kis idő. Számtalan versenyem volt, világversenyek, hazai, nemzetközi mérkőzések, és én egy dologra tanítottam meg mindig a tanítványaimat is, hiszen a Vasasban 100 versenyzőm volt, Egerben 80 versenyzőm volt. Tehát ezeket a gyereket, ezeket együtt élveztük a sportágnak a kultúráját, hiszen a magyar mozgáskultúra az egy borzalmasan széles skálán mozog, és ezt nem tanítják. Ezért volt Gedő György az a ökölvívó, aki tulajdonképpen a magyar ökölvívásban, ha lehet ezt mondani, én voltam az első ember, aki soha nem ültem a szorítóba. És onnantól kezdve a magyar ökölvívók, hát ugye a szegény apám, az Adler Zsiga, az mindig azt mondta, hogy azt kell csinálni, amit a Gedő György csinál. Nem ülünk le a sarokban.